Lendületben a kecskeméti lányok, hiszen az utolsó két mérkőzésen Szeged ellen győzelemmel tértek haza, és Hajszán Hídán a Szent István ellen is pontot szereztek. Hogyan készülhetünk a hétvégi mérkőzésre itt Kecskeméten a Szentendre ellen? Én úgy gondolom, hogy ez az a mérkőzés, amit mindenképpen kötelező a csapatnak hozni, tehát szeretnénk két ponttal gazdagabban letudni a hetet. Hogyan készült a csapat? Megpróbáltunk egy kis pihenővel, egy kicsi zsúfolt lesz ugye most ez a hét, illetve a jövő hét a Magyar Kupa mérkőzés miatt. Megpróbáltunk a regeneráció mellett azért taktikailag is felkészülni. Remélem, hogy sikerült. A Szent István ellen ugye betegségekkel küzdött a csapat, mostanra összeállt? A Dajka Bettinek volt egy először súlyosabbnak tűnő sérülése, de szerencsére ez nem bizonyult annyira komolynak, tehát a mai napon már ő is be tudott szállni az edzés munkába, tehát bízom benne, hogy mindenki egészséges lesz a hétvégére. És végül mit üzenünk a szurkolóknak? Nagy szeretettel várjuk őket, és remélem, hogy most sikerül őket kiszolgálni, ugyanolyan módon, mint ahogy már a szegedi mérkőzésünkön is.